Hát azt mondják, hogy az idei év legnépesebb mezőnyi Jastik Trophy versenye volt, mert 68 hajó nevezett. Édesapám Scholz 32-esével indultunk el ezen a Jastik Trophy versenyen. A csapat az lényegében kezdőkből áll, de ennek ellenére sikerült egy jó rajtal indítanunk a futamot. Az első bolyát az sikerült harmadiknak venni. Az első szakaszon a Richard fizetett, mivel a spíjink az viszonylag kicsi volt. Meteorológia szerint ki kellett volna tartania annak a rajtnál lévő 1,5-2 méter per szekundumos szélnek 3 óráig, hát nem tartott ki, úgyhogy a rajt után ilyen 0,5-ös szélben indult el a mezőny. A gardazúr elég hamar azért kapott egy kis szelecskét, viszont a mezőny vége még egy órával később is a kikötőtől 800 méterre áldogált. Már 3 éve kormányzom ezt a hajót, és amióta megvettük, azóta kormányzom én. Így szoktuk meg apával, mert még amikor kicsi voltam, akkor vettük, és nekem nehéz lett volna még szerelni. Általában a taktikát azt én szoktam megmondani, hogy mi hogy legyen, de a vitorla beállításokat viszont az apukám szokta. Boleróval mentünk sokáig együtt, és hát végén ő megvett minket, de én összességében azért elégedett vagyok. Nagyon kiszeles versenyről beszélhetünk a mai nap folyamán. Nagyon-nagyon jól sikerült elkapnunk a rajtot, innentől kezdve folyamatosan frissülő szelet sikerült megkapnunk, úgyhogy egy egész jó eredményt tudtunk futni, nagyon élvezetes verseny volt. Kicsit több szelet reméltünk, meg vártunk, meg bíztunk, meg reménykedtünk, de mert így sikerült, ennek is nagyon örültünk. Harmadik helyen bírtuk venni az első bólyát. A második szakaszon a bólya után volt egy kis problémánk a Richardrel, mivel nem bírtunk vele olyan élesen menni, ahogy terveztük. Ez annak következtében volt, hogy az első élét nem bírtuk kellően megfeszíteni. A végén szoros volt a verseny, de úgymond egy forduló csatát vívtunk végig. A sleepwalkerrel való küzdelemből mi jöttünk így összesen. Eldöntöttem, hogy befutunk a második bójánál, úgyhogy pályarövidítést kellett csinálni, és így 4 óra 8 perckor a teljes mezőny befutott. Azt hiszem, hogy mindenki meg van elégedve a mai nappal. Nekem nagyon tetszett ez a mai verseny. Itt a verseny utáni hangulat is jó volt, bográcsozás volt, nekem tetszett. Fettyú bujik, kurabás fel!
Riesling Forever.